Ütelek városban Tóth László tisztelettel köszöntelek, immár sokadik alkalommal a megyefutás utazó nagykövetét. Hány kilométert futottatok eddig, mikor indultatok és hol tartunk jelen pillanatban? A Békéscsabáról indultunk 9 órakor hétfő reggel, és most tartunk 250 kilométer körül, és gyakorlatilag ugye az egész távhoz képest, ugye 710 kilométer, akkor nagyjából ilyen 40%-a van meg a teljes távnak. A mai nap mennyi van a lábodba? 66 kilométer. Nagyszerű, nagyszerű. Köszönöm szépen. De hányan futtak? Teljesen változó létszám, ilyen mondjuk 2 főtől egészen ilyen 20-30 főig. Tehát a településeken is csatlakoznak, így van, csatlakoznak, így csatlakoznak a fiatalok. Jönnek velem fiatalok, volt, hogy településtől településre is jöttek velem iskolás gyerekek, többen is. Azt néztem, hogy aláírtuk a térképet, hogy a megye déli részét azt futottátok igen. jelen pillanatban, és innen Elekről hova történik a menet? Igen, akkor Elekről megyünk fölfele most már Gyula, két egyház a Gyula és Sarkad felé, és utána egészen megyünk föl, hogy a megyének a legcsücskében Bucsáig, és utána jöjjünk majd Ecsekfalvától visszafele, lefele, utána következik majd a nyugati része megyének, és ugye majd Békéscsabára fogunk visszaérkezni 13-án délután. Üzensz is a fiataloknak. Mit üzensz a fiataloknak? Igen, üzenet az nagyon fontos, mert igazából a futásnak az a lényege, ennek a futásnak az a lényege, a megyefutás azért lett kitalálva, hogy szeretném azt üzenni a fiataloknak, azt az üzenetet körbevinni, illetve az igét szólni, hogy én szoktam mondani, hogy mozogni nagyon fontos dolog. Mozogni, sportolni rendszeresen nagyon fontos dolog. Adjuk az elektábláink! Nem arra megyünk! Akkor két egyházatára! Figyelem! Utó! Figyelem! Indulunk! 3, 2, 1, hajrá! Tiszteletelek!